Tisztújító küldött gyűlést tartott ma a Maros megyei RMDS. Ketten pályáztak a tisztségre, Péter Ferenc a Maros megyei önkormányzat vezetője és Vas Levente egészségügyi államtitkár. Mintegy 227 küldött jelenlétében zajlott ma délután a Maros megyei RMDS tisztújító küldött gyűlése. A szövetség Maros megyei szervezete két jelölt közül választott új vezetőt a következő 4 évre. A tisztséget eddig betöltő Péter Ferenc, aki egyben a Maros megyei tanács elnöke is, és Vas Levente egészségügyi államtitkár pályázott az elnökségre. Utóbbi programismertetőjében arról beszélt, hogy az RMDS Maros megyei szervezetének tovább kell erősödnie, és az országos vezetéssel még szorosabbra kell fűznie kapcsolatát. A legnagyobb problémám, amit felróhatok, és amiért benyújtottam az indulásomat, az az, hogy egy mentorálás, egy segítség, egy a fronton lévő politikustársnak a segítése hiányzott ebben a megyében. És ez részben annak köszönhető, hogy Péter Ferenc megyei tanács elnökként is kellett teljesítsen, és Maros megyei RMDS elnökként is kellett volna teljesítsen. Ez az, amiben én úgy gondoltam, és úgy gondolom ma is, hogy friss vért hozhatnék a szövetségbe. Úgy tűnik azonban, hogy Péter Ferenc továbbra is számíthat a küldöttek bizalmára, hiszen visszaválasztották a megyei szervezet élére. A 223 érvényes szavazatból Péter Ferenc 187-et kapott, Vas Leventére pedig 36-an voksoltak. Úgy gondolom, hogy az a csapat, aki mellettem van, úgy polgármesterek, alpolgármesternek, alpolgármesterek, önkormányzati vezetők, akik kiálltak a munka mellett, a közös munka mellett, a csapatmunka mellett. Mindenki, akit megkerestem az elmúlt időszakban, pozitívan vélekedett, és természetesen bizakodva jöttem ide, hogy ennek a csapatmunkának meg lesz az eredménye ma is ezen a választáson. Én azt hiszem, hogy ez az eredmény magától beszél. Az elnök hangsúlyozta, a következő 4 évben is az a cél, hogy az érdekvédelmi munka által hozzájáruljon a magyar közösség jövőjének pozitív alakulásához, növelje a magyarság biztonságérzetét a szülőföldjén, és megfelelő körülményeket teremtsen ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradjanak. További célkitűzése a gazdaság fejlesztése, az identitást megerősítő versenyképes oktatás támogatása, a családokat és az ifjúságot támogató intézkedések életbeültetése, illetve a helyi szervezetek megerősítése.